Az interneten árult olyan tárgyakat a bátraszéki nő, amikkel soha nem rendelkezett, a vevőkkel pedig miután megegyezett, előre elutaltatta a pénzt. Csak hogy nem a saját számlájára, mert eközben a sajátjánál kisebb értékű üzleteket is bonyolított, azoknál, mint vevő volt jelen. Ezután miután elkérte az eladók számlaszámát, azt egyszerűen megadta azoknak, akik neki akartak utalni. Eközben még egy embert átvert, mert a barátnője profiljával követte el a bűncselekményeket. Miután az utalás megtörténik, akkor ő, mint vevő, megkeresi a harmadik szintén átvert szemét, hogy ő túl sok pénzt utalt az általa megvásárolt termékért, ezért személyesen elmegy visszavenni a túlfizetett összeget, valamint átveszi az általa megvásárolt árut is. Ezek az emberek, akiket így átvert, meghaladhatják ezeknek az embereknek a száma a több tucatot is, tehát legalább 30-40 ember van az országban, akik hasonló módon csapódtak be ettől a hölgytől. A nő ellen egy Nagykóny is értett először feljelentést, a rendőrök ezt követően kezdtek el nyomozni. A kollégáim a nőt az elmúlt napokban gyanúsítottként hallgatták ki, eddig összesen 4 rendbeli csalásvédség, illetve 3 rendbeli személyes adattal visszaélésvédség miatt is. A nőt a rendőrök őrizetbe vették, úgy tudjuk, azóta már le is tartóztatták.